Gyakorlatilag majdnem minden a virágszírom napellenző, kivéve a nagy teléken. Teléken. Ott ilyen bazi nagy kártyás. Teléken. Megérkeztünk első állomásunkhoz. Nagy nehézséggel árán, de merem vállalni történelem súlyát, miszerint is itt egy másik műalkotás van. Kitéve nem az, amit eredetileg a művész ide gondolt, ugyanis a cél is cenzúra lecsapolt. Tehát egyszerűen a püspöki palotában nem lehetett olyan képeket kitenni, mint amit a művész elgondolt. Egy teljesen hétköznapi szent kép lett volna, annyi különbséggel, hogy a gyermek kezében az egyikben ugye egy McDonald's-os hamburger lett volna, a másikban pedig egy Coca-Cola-s telik Coca-Cola-s üveg. Ugye hát a modern művészetnek már nem feltétlenül az a célja, hogy gyönyörködtessen, vagy nem csak kizárólag ez a célja, sokkal inkább az, hogy felhívja bizonyos problémákra a figyelmet. Na most a civis cenzúra ugye lecsapott, hogy a püspöki palotában ezt ők nem merik bevállalni, úgyhogy valami más kellene mégiscsak kiállítani, és hát ez a művészeknek ugye ez egy nagy keresztjük, hogy ilyenkor mit is kell készíteni és csinálni, úgyhogy megtörtént a megoldás. Maga ugye a kávinista Rómában szentképeket kitenni, hát az amúgy is egy Isten ellen való vétek, hogy reformátusok vagyunk, semmi gond, akkor olyan absztrakt műalkotásokat kell készíteni cím nélkül, amit már az átlag halandó nem élt meg. Semmi probléma, végül is a McDonald's színei megjelennek, és hát maga a Sherry Coke színe is a mélyen azért megbújik valahol a műalkotás. Tehát azért ez egy dac, kedves néző és hallgató közösség, egy dac, ami megjelenik. Hozzáteszem, a művésznek szarvák antalnak, az ecsengyeserezzenek, hát nézzük meg ezt az egyenes vonalvezetést, tehát ez hihetetlen acélsodronyú idegek kellenek, hogy ilyen művészeti letaposás után még mindig ki tudjon állni az ember, és bizony-bizony meg tudja állni sarat is a próbát. Maga egyébként a Lego, amik el vannak helyezve, és egy társadalmi krízisre utalnak, ugyanis nem mindegy, hogy a nagy Lego hogy nyomja el a kicsit. Azt hiszem ennyi a kicsit. Jön belőle. Majd lehet, majd nem tudom, alkalmatlanak adom.